Nagyon vártuk már a következő vendégünket és a következő beszélgetést. Lázár Nóra a vendégünk, ezért csókolom, jó reggelt kívánok! És a titulusod, de szerintem ami már itt az asztalon van ebből, hát ki lehetne találni, hímes tojásfestő és népi iparművész, és külön köszönjük a Nórának azt, hogy csak a mi kedvünkért jött haza Sánkhájból, mert mi meghívtuk ide a Start Plus-ba, és ezért úgy gondolt, hogy akkor ott hagyja Sánkhájt és hazajön. Amúgy tényleg ott volt, ugye? Igen, tényleg ott voltam, és elnézést kérek a hangom miatt. A tavaszból, a cseresznye és barackvirágzásból jöttem a télbe vissza egy kicsit. Mit csinált Sánkhájból? Is megmutatta a húsvéti tojásait? Hát ez egy fantasztikus dolog volt a főkonzulátus szervezésében. Tradicionális magyar kézműves termékek és gasztrokultúrát tudtunk bemutatni 6 napon keresztül, és óriási élmény volt, hogy milyen érdeklődéssel figyelték a kínaiak, a sánkhájiak és a turisták a magyar hímes tojás mintakincset. Én írókáztam velük, kipróbálhatták, és hát elmondható, hogy méltán lehetünk büszkék a néprajzi örökségünkre, a világon egyedülálló. A mintakincsünk, a színezés, csak a Kárpát-medencére jellemző szimbólum és elkészítési eljárási technikák. Nekik mondott valamit ez a szín világ, ezek a motívumok? Nagyon jó a kérdés, igen, hiszen ma ugye nagypéntek van, és Jézus kereszthalálának emléknapja, feketét is viselünk, de a tavaszt mindannyian várjuk. Az egész emberiség kultúrkörében benne van, ahogy a keresztény hitvilágban is, a születés, halál, feltámadás hármassága. Önök is olyan színeket használnak, amelyek most fontosak. Nem, ne szégyeljék. Ne szégyeljék. A piros, válaszolva a kérdésére, a kínai színszimbolikában is szerencsét, boldogságot, örömet, egészséget jelent, hasonlóan a magyarhoz, a ruházatra, a színszimbolikára. Háromszéki tojásokat is hoztam, sárga, piros és fekete árnyalatuk van. Jézus megszületésére, kereszthalálára, a gyászra és a feltámadás. Milyen jó hallgatni azért, nem én néprajzkutatót mondjuk, mert hogy mi nem is gondolkoznánk azon, hogy miért ezeket a színeket használjuk, mondjuk akár egy húsvéti tojásnak a megfestésénél. Mesélj nekünk most egy kicsit arról is, mert ugye dicséri a néprajzi hagyományokat, kultúrát, hogy mennyire színes, mennyire gazdag, mi meg öndicsérjük, hogy ezt meg tudja csinálni, el is tudja készíteni. Hogyan? Hát, ugye, hogy idézzem, légy hű magadhoz, olyanokat alkos, ne fogja az idő. Ezek több ezer éves mintakincsek, pogány és keresztény mintakincsek, és én, ahogy a felvezetésében mondták, én nagyon fiatal alkotóként kezdtem, és nagyon fontos az újratanulás, hiszen mára-mára falusi, paraszti, vidéki közösségekben vagy megszűnt, vagy most újra felfedezik a tojásírás, a húsvéti ünnepkör népszokásait. Rengeteg tanulással jár. A tojásírás egyébként? Tehát, igen, igen, tojásfestő, igen. Tojásírás. Hoztam kesicét, először megírjuk, vagy meghímezzük a tojást, utána igen, festjük. Pakoljon le mindent a kezéből, kedves Nóra, rakja le azt a két tojást, és akkor mutassa meg ezt a kesicét, hogy itt ezt van, megfogja van, az ember. Így van, ezt megfogja az ember, és meg hát itt jön a gyakorlás, igen. És nincs olyan, hogy béna valaki. El kell kezdeni, nincs olyan. El kell kezdeni, és forró mévjasszal dolgozunk. Most ugye itt csak igen. Szimbolikusan tudom bemutatni, és a forró kesice csőre felszippantja a forró méviaszt, és egyenletes vonalvezetéssel először meghízom a tojásra. Van, és ez egy olyan, nagypénteken írták, írjuk a tojást, ez egy olyan tevékenység, amelyhez... Ez egy szakrális szent tevékenység, ehhez le kell nyugodni, ehhez el kell mélyülni, nem lehet idegesen, dekoncentráltan dolgozni. A hagyományok házával játszóházakat tartunk, visszatanítjuk a gyerekeket, felnőtteket. Gyakran tapasztalom, hogy túl feszültek vagyunk, ki kell kapcsolni a mobiltelefont, meg kell szűnnie a külső világnak. Gyimesbe is úgy tartják, hogy szakrális szent tevékenység a tojásírás. Mennyi dalat készít el? Csak azért, mert mi laikusok szerintem akár
egy napon keresztül dolgoznánk egy darab tojáson, és akkor sem lenne valószínűleg ennyire szép míves, de ön mennyi idő alatt készít el egy tojást? Nagyon fontosnak tartom a kérdést, nem is gondolnánk rá. Az egyszínű piros hímesek, a piros a színre visszatérve, ugye Jézus keresztfáról lecseppenő vére, két nap alatt készül el. Megírom, festem, kiveszem a festőlébe. Egy ilyen tojás két nap, így még van, önnek így is? Van. Még nekem is, és szoktam elrontani, természetesen. És akkor nincs javítja, vagy akkor kuka? Hát nem kuka, de igyekszem én is a tökéletességre. A fekete pirosakból is hoztam Györfi István múltszázadi gyűjtése alapján 3-4 nap, mire a két szín. És a három szín, illetve a visszamaratás másfél hét. Na most a színekre még térjünk vissza, mert a viaszolásnál tartottunk, de az igaz, hogy ruhafestékkel dolgozik, nem természetes festékkel? Igen, mert megőrzik a színüket, de azt szoktuk javasolni, hogy ne féljenek otthon se a háztartásban. Amit találnak növényi festékek közül, mindenhol van lilahagyma, vöröshagyma héja, teá filterekkel érdemes, kávéval érdemes kísérletezni. Ne ijedjenek meg. Volna. Így van, bármi, amit találunk a háztartásban, fantasztikusan intenzív és gyönyörű színeket érhetünk el, és természetesen, szakrálisan, keményre főtjük tojáson. Na most én még életemben olyat nem tudtam megcsinálni, viszont volt, hogy vásároltam olyan tojást, ami meg van patkolva. Tud patkolni tojást? Nem, de hagyományosan női tevékenység az írás, és a patkolás férfi volt. A cég inas, a mester munkájaként készítette el. Tehát a hölgyek el tojást írtak, a férfiak pedig akkor patkolták. Így van, a tojást. Vagy karcoltak például. Az mit jelent? Amikor az előre megfestett tojásba csak a mintát karcoljuk bele, Dunántúlon, illetve a Nagyalföldön volt jellemző. De nagyon ritkán beszélünk egyéb díszítményekről, szalmarátétes technikáról, drótozásról, gyökrátéttől. Szalma, vagy ezt hogy? A szalmából egy kis cikkeket vágnak, és a megkarcolt motívumba ragasztják bele. Igen. Meg én, még amikor a lányaim kisebbek voltak, akkor mi csináltunk ez a szalvéta technikával. Igen. Hát ez a dekupázsolás, nem? Vagy... Igen. Hát valahogy így ráragasztottuk ugye a szalvétának azt a vékony mintás részét. Az a lényeg, hogy együtt legyünk, hogy van közösségi munka legyünk. Van kedvenc motivuma, amit mondjuk meg is lehet gyorsan tanítani, és nem olyan nehéz, és komoly jelentéssel bír? Hát gondolom a SZALTV logóját mindig így belefestél. Egy szakrális. Egyébként igen, jó ötlet, hozhattam volna. Most épp nincs itt, az egyik kedvencem egy hétfalusi csángó motívum, a jő fel a nap, vagy kell fel a nap. Ez is az ősi nap szimbolikát, az újrakezdést, a fény eljövetelét szimbolizálja. Most már másodszor beszél Erdélyről, meg ugye most csángókról, hogy ön honnan származik amúgy? Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a dédnagymamámmal festettünk még kislánykoromban tojást, és ahogy kialakult ez a szerelem, az egész Kárpát-medence mintakincsét gyűjtöm, tehát kevés szó esik a felvidéki, a határon túli magyarok esetében a gömöri felvidéki mintakincsről, a vajdasági mintakincsről, a szlovének, a dobronaki, a muravidéki mintakincsről, szóval rengeteg munka vár még ránk, és kutatás. Hát gyönyörűen, köszönjük szépen. És nem tudom, hogy én szeretnék adni ajándékot is hoztam önöknek, mert nem csak húsvétkor ajándékoztak, hanem például keresztelőre, mátkasságra, jó kívánságként. Én úgy szeretném adni elnézést először a kedves hölgynek, hogy ez egy háromszéki motívum, és egy búzafejes, búzakalászos, ez is egy Krisztus szimbólum, és az oltári szentséget szimbolizálja, és önnek is egy férfi hímet választottam a női hím mellé. Nagyon kedves. Ez egy kakastaréjos, ujjas, rontáselhárító motívum, és hát a szimbólumokra ugyan nem nagyon maradt időnk, de mindennek jelentése van, tudta az, aki írta, és most már önök tudják, akik kapták, hogy milyen óvó, védő, rontáselhárító jó dolgot szeretnék. Nem is tudom, hogy mit tudnék önnek adni így hirtelen, mert nem kedves. Esetleg. És szabad záró gondolatnak, mert még locsoló még versen is
is készültem. Na, az gyorsan mondja, az Árpád Laci sonkamester már itt van, meg és húsvéti szentelmény. 1970-es gyűjtés Kakas Zoltán, egy 14 éves kisfiú mondta el. Halljuk. Tündérország rózsájáról gyöngyharmatot szedtem. Akit ezzel megöntözök, áldja meg az Isten. Tündérország gyöngyharmatja hújon a fejedre, piros tojás, hímes tojás, ide a kezembe. Áldott húsvétot. Ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.